Sokan azt gondolják szerintem, hogy a vegyészek azok, akik már óvodában is a garázsban robbantgattak, de azt hiszem azért ez nem az általános, teljesen normális emberek vagyunk. Kiskoromtól fogva érdekelt, hogy mi miből van, miért úgy van, hogy működik a világ, és ez mondjuk a szüleim hozzá is segítettek, rengeteget olvastak. Általános iskolában igazából annyi volt, hogy volt egy könyv, amit nagyon szerettem. Apukámé volt, és olvasgattam, és érdekes kémiai kísérletek voltak benne, de ennyi, igazából akkor még minden érdekelt. Nagyon szerencsém volt a kémia tanárommal, szerintem már mondhatom úgy is, hogy legendássá vált ez a meleg pistaféle kémia tagozat, amire jártam a Szegedi Radnóti gimnáziumba. Ilyen 6-8 óránk volt hetente, és igazából végig vitatkoztuk a kémiát a kezdetektől fogva. Alkalmam volt külföldön is többfél évet eltölteni, egyfél évet Ausztriában, Bécsben, az ottani Műszaki Egyetemen, illetve diplomamunkámat Franciaországban írtam, Lille-ben. Most anyagtudományokkal foglalkozom, azon belül polimerekkel, méghozzá polimerek égésgátlásával főként. Ez azt jelenti, hogy olyan vegyületeket fejlesztek, amelyeket hozzáadunk a polimerekhez, műanyagokhoz, akkor nem égnek, vagy gátoljuk az égésüket. Ez nagyon fontos számos iparágban, például az elektronikában, közlekedési iparágban, például a repülőgépgyártásban, vagy bármilyen vonat, autóbuszgyártásban is fontos ez a terület. Nem hiszem, hogy nem nőies feladat laborban dolgozni. Sőt, azok a tulajdonságok, amiket inkább nőiesnek mondunk, mint mondjuk precizitás, alaposság, az nagyon sok előnyt jelent a laboratóriumi munka során. A díjak mindig megerősítést nyújtanak, hogy jó úton halad az ember, de azt hiszem, ha nem lennének díjak, akkor is ugyanolyan lelkesedéssel dolgoznák azon a témán, mert érdekel. Szeretném folytatni ezt a pályát továbbra is, az anyagtudomány területén szeretnék dolgozni.